Azt a nagy világ tudja minden nép. Mi erős volt szent hazánk, gazdag, nagy és szép. Európa szégyene az igaztalan vád. Igazságot akarunk, és békés szép hazát. Szent hazám, még mindig fájnak a sebek, ahogy gyarrón széttépték a testedet. Szép hazám, én mindig hozzád hű leszek, amíg meg nem szenvedek. Ugye testvér, eljön végre az a nap, mikor végre elejtik a vádakat. Egyszer győz a józan ész a valóság, addig nincs a földön jog és igazság. Világ, tudja minden nép, bűnösök mi nem vagyunk, Isten ránk tekint. Európa szégyene az igaztalan vád. Igazságot akarunk, és békés szép hazát. Szent hazád, sebek, ahogy gyarrón széttépték a testedet. Szép hazám, én mindig hozzád hű leszek, amíg meg nem gyógyulsz, addig szenvedek. Elszakítva, elnémítva, mit tegyünk? Isten látja, mi erről nem tehetünk. Milliószor megfizettünk semmiért, jogainkat követeljük mindenért. Ugye testvér, eljön végre az a nap, mikor végre elejtik a vádakat. Egyszer győz a józan ész a valóság, nincs a földön jog és igazság. Jó ideje Trianonnal foglalkozunk, hiszen most ebben az évben 100 éves az a szörnyű békediktátum, amit valljuk be, hogy máig nem tudunk megemészteni. Beszélgettünk háttérinformációkról, a történelemről, és igyekszünk utána nézni a dolgoknak, hogy vajon mi is mozgatta akkor az országokat, a politikusokat. És időről időre bemutatunk egy-egy aláírás gyűjtőt, hiszen mi alatt mi beszélgetünk, folyik a nemzeti konzultáció, azaz, hogy ki érzi úgy, hogy neki még fáj Trianon, és szeretné, ha valami történne ebben az ügyben, vagy éppen fölhatalmazni, segíteni kormányunkat, hogy lám ennyi embert nagyon érdekel ez a téma. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Bottyán Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének alelnökét, Drábik Jánost, az Országos Trianon Társaság elnökét, és Kocsor Ildikót, aki pedig egy elismert aláírás gyűjtő, hiszen nagyon-nagyon sok aláírás gyűjtött már. És most a sorrendünk úgy lesz, hogy érdekelne minket, hogy Drábik János hogy tudja elmondani mindazt az előkészületet, ami befolyásolta a későbbi békekonferenciát. Hát összeset nem tudom elmondani, de egyet szeretnék elmondani. Különösen fontos körülmény
az, ami 1916-ban történt, ahhoz, hogy ez a szörnyű, számunkra szörnyű trianoni országcsonkítás bekövetkezett. Ugyanis mi volt 1916-ra a német tenger alatt járó háború annyiban döntő mozzanat volt, hogy a németeknek sikerült elérni, hogy Angliának a nyersanyagellátása, a lőszerellátása és az élelmiszerellátása veszélybe került. És akkor a németek ahelyett, hogy ezt a végsőkig kihasználták volna, teljesen váratlanul békeajánlatot tettek. És azt ajánlották az antant hatalmaknak, elsősorban Angliának és Franciaországnak, hogy a status quo ante, vagyis ahhoz az állapothoz térjenek vissza, ami a háború előtt volt. Senki ne akarjon se területeket a másiktól, se jóvátételi összegeket, hanem elégedjenek meg azzal, hogy egy fair, méltányos békét kötnek. Ekkor viszont megjelent Kaim Weizmann nevű németországi vegyész, akinek nagyon komoly kémiai találmánya volt, amely elősegítette, például Anglia számára nagyon fontos, ott elősegítette a lőszerek gyártását. Ő felkereste Lloyd George-ot és Arthur Balfourt, akik akkor már a brit háborús kabinettek a tagjai voltak, és azt mondta, hogy nem kell most itt egy számotokra hátrányos vereséggel felérő békét kötni, mert mi el tudjuk intézni, hogy az Egyesült Államok az antant hatalmok, vagyis Nagy-Britannia és Franciaország oldalán belépjen a háborúba. Cserébe azt kérjük, hogy a brit kormány ígérje meg, hogy a háború után, amikor például az ottomán vagy oszmán birodalom felbomlik, akkor Palesztinában létre lehet hozni egy nemzeti otthont a zsidóság számára. Na most ez az alku megszületett, és ez azzal járt, hogy az Amerikában élő, elsősorban Jacob Schiff, Samuel Untermeyer, aztán Brandeis, tehát néhány nevet most megjelöltem, el tudják érni, hogy az a Wilson, aki úgy nyerte meg a választást, hogy én voltam az, aki nem vittem be a ti fiaitokat a háborúba, hogy ott meghaljanak, hogy most ugyanez az elnök mégiscsak hadat üzenjen. Na most ez az kellett, hogy ennek az érdekcsoportnak a markában kellett tartani a Wilsont. Wilsont azért tudták a markukba tartani, mert volt egy nő, ugye, mikor még a Princeton Egyetemen tanított, és ez a hölgy megzsarolta Wilsont. 40 ezer dollárt követelt tőle, amit viszont ez a bizonyos Samuel Untermeyer, aki ügyvéd volt, kifizetett, cserébe azért, hogy viszont majd az az ember lesz főbírónak kinevezve a legközelebbi üresedésnél, akit ő jelölt. És ez a valaki, ez Louis Brandeis volt, aki viszont az első számú cionista vezető volt az Egyesült Államokban. És Brandeis volt az, aki kidolgozta azokat a módszereket, amivel mégiscsak Wilson meg tudta győzni a kongresszust, hogy üzenjen hadat, amely, ugye ez elhangzott, ez a Belzét 17. április 2-án, 17. április 7-én pedig már megtörténik az Egyesült Államok hadüzenete, amely viszont teljesen megfordította a háború menetét, és később, ugyanennek az évnek az őszén pedig Arthur Balfour tesz is egy nyilatkozatot, ami egy levél formájában készült el, amit ő Walter Rothschildnak, a Rothschildház akkori első számú főnökének, vagy tagjának, mert ugye ott is van, hogy kiszámít a Rothschildház egészen első emberének, ő volt akkor az első ember, ő hozzá intézett, amiben megígérte, hogy igenis Nagy-Britannia ad, tehát lehetővé teszi, hogy a háború végén
Palesztinában egy zsidó nemzeti otthon jöjjön létre. Na most a háború, lehetne erről még sok vonatkozást mondani, most maradjunk abba, hogyha ez a lépés nem történik meg, akkor a háború kimenetele egészen más, már csak Churchillt idézem, mert Churchill azt mondta, hogy nagyon nagy hiba volt az, hogy az Egyesült Államok és Wilson elnök úgy döntött, hogy belép a háborúba, mert ha 16-ba létrejön ez a lényegében méltányos békeajánlat, akkor egyrészt milliók még élve maradnak, másrészt mindaz, ami a versailles-i igazságtalan békerendezésnek a következménye volt, például, hogy Versailles-ban megszülethetett egy hitlerizmus, olyan értem, hogy olyan feltételek alakult, hogy abból kinőhetett ez a szörnyűség, ez mind elmaradt volna. Hát ez bizony nagyon elgondolkodtató. Sajnos nem tudjuk visszatekerni az időkerekét. És akkor kíváncsi vagyok, hogy Bottyán Zoltán milyen fontos adalékokat mond még nekünk. Folytatnám azt, amit Drábik János felidézett, és pedig először talán éppen Wilson elnökkel. És még a konferenciát megelőzően, az előkészületek alatt kiderült, hogy nem csak az amerikai szintéren vannak ilyen ravasz rókák, hanem Európában is vannak, talán még dörzsöltebb rókák is. Az történik ugyanis, hogy 2018-ban vagyunk, maradunk a 100 éve történtnél, 1918 januárja az Wilson elnök 14 pontjának a meghirdetése. Mai napig előszeretettel hivatkoznak arra, hogy az első világháborús béke az ennek a 14 pontnak, a Wilsoni eszméknek a győzelme. Ilyenek, mint a nemzeti önrendelkezés, a demokrácia, a titkos tárgyalásoknak a semmissége, és így tovább. El kell mondani, hogy a Wilsoni 14 pontoknak a leghűségesebb képviselői azok a vesztesek, különösen a magyarok. Így például a magyar különbéke kérése Andrássy grófnak a részéről éppen a Wilsoni pontoknak az alapján történt, amit Wilson ekkora már megtagadott és kereken vissza is utasított. Úgyhogy ezután még meg kellett érje azt, hogy Lloyd George és Clemenceau egyszerűen kijátsza az általa meghirdetett elveket, többek között a Népszövetségnek a gondolatával is, annyira, hogy ezt majd Wilson nem is tudja igazából keresztülvinni, és az Egyesült Államok ehhez nem csatlakozik. De szeretnék elmondani egy másik ilyen adalé, hogy hogy is mennek ezek. Például meghirdették azt, hogy a népek önrendelkezése igazságos határok. Egyetlen mozzanatot emelnék ki, a bánát esetét. A bánátban négy náció élt, nagyjából azonos megoszlásban, de mégis a németek és a magyarok valamivel többségben voltak. Hogy tegyenek igazságot, hiszen itt győztesek és vesztesek is osztoznak ezen a területen. Trumbicsnak, aki a horvát tárgyalóküldöttségnek volt a vezetője, volt az a javaslata, hogy a magyarokat és a németeket nem kell figyelembe venni, hiszen ők vesztesek, vegyük figyelembe csak a románok és a szerbek érdekét, és kész. És ez az elv végig érvényesült a januári, februári, márciusi tárgyalások során, mindaddig, ameddig az általunk VIX jegyzékként ismert semleges zónát kialakították, illetve március 18-ára el nem fogadták a végleges határokat. Elég csak azt mondani, hogy például még ezután is, amikor ez megtörtént, a csehek még megpróbálták keresztül vinni, hogy Vácig és Miskolcot is beleértve, tehát a Bükköt, a Mátra, a Salgótarjányi medencét is megkaparintsák, és ezért a francia vezérkaron keresztül elérték, vagy megpróbálták elérni, hogy
tolják tovább a határokat pontosan ugyanazzal a módszerrel, mint ahogy a román demarkációs vonalat egyre közelebb hozták felénk. Benesnek a terveit elküldték tehát a francia vezérkarnak, akik benyújtották ezt a békekonferencia elé. A mi szerencsénkre ezt kell mondani, napokkal később érkezett, mint ahogy a tényleges döntés a bizottságokban már megtörtént. Nagyon röviden összefoglalva azt szeretném csak mondani, hogy a nemzetek önrendelkezése helyett és a nemzetállamok létrehozása helyett a nagygyűléseknek a manipulációs elve a nemzetállamok helyett tulajdonképpen újabb, sok nemzetiségű birodalmaknak a létrehozása született, és mindez az igazságosság jegyében, amit Mitterrand francia elnök a kísérő levelében úgy fogalmazott meg, hogyha valami igazságtalan, hazug, akkor még ha 1000 éven át volt is úgy, akkor is helyre kell állítani. Ezért mondjuk mi azt, hogy nézzük meg, hogyha egyszer valami igazságtalan volt és hazug, akkor azt talán 100 év múlva is helyre lehet állítani. Én is így érzem, tulajdonképpen az igazságért, az saját becsületünkért teszünk. Ti nagyon sokat azzal, hogy a nemzeti konzultáció van, mi pedig egy kicsit hozzáteszünk talán ezzel a tévéműsorral, és éppen ezért nagyon-nagyon köszönjük minden aláírásgyűjtőnek, aki szívét, lelkét, energiáját teszi bele abba, hogy minél több aláírás gyűjjön össze, és ezért vendégünk most Kocsor Ildikó is, akitől kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira. Nos, én eddig közel 640 aláírást gyűjtöttem. Ez azt jelenti, hogy november első hetében egyszer úgy gondoltam, hogy miért ne próbálhatnék meg én is. Kezdtem egy évvel a Széll Kálmán téren, mikor megtudtam, hogy ebben munkálkodnak kint a hidegben már 2 hete a bátor nemzeti emberek, és úgy gondoltam, hogy ez annyira egyszerű, és ez mindenkinek megy, ha más nem a családi, rokoni, baráti körben, hova tovább, piacon, ismeretségi körbe, kultúrkörökben. Ezen kívül lehet templomokban, hozzájárulással, rendezvényeken, és mindenkit nagy szeretettel várunk, mert úgy gondolom, ha már csak mindenki egy ívet vállal, hogy ennyit kitöltet, akkor már összegyűlik az a mennyiség, ami szükséges ahhoz, hogy elinduljunk ténylegesen. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert ugye, amint hallottuk, az is kiderült, hogy azért itt fizikai nehézségek is vannak, a hideg, a sok ácsorgás. Hány órát dolgoztok? Én úgy gondoltam, hogy egyetlen árus télen nem lehetett kihagyni. Mindenkihez személyesen oda mentem. Mikor kimentünk a Vörösmarty térre, rájöttem, hogy kihagyjuk azokat a személyeket, akik igazérzelmű magyarok, hiszen hogyha ide jönnek a magyar áruikkal, akkor abban a hidegben volt körülbelül ott a Dunának a széljárása lévén, úgy éreztük, hogy -10 fok van, 3 órát tudtunk kint lenni, de akkor folyamatosan kint voltunk, és hál' Istennek meg tudtunk szólítani szinte mindenkit, és azt kell, hogy mondjam, hogy aki bátor, magyar érzelmű, mindenki szó nélkül aláírta. Akiben volt némi félsz, mert úgy gondolt, hogy politikai pártokkal van összefüggésben, bátorítottam, de sokan elzárkoztak, ugyanakkor több a bátor ember, és vannak szkeptikusok. Itt azon múlik, hogy kinek milyen az ideológiai nézete, és azt gondolom, hogy nagyon sok esetben fejekbe kell rendet tenni, az idősebb emberek sokkal inkább átértékelik, és átérzik mindezt. Talán ezért is jó mindez, amit csinálunk, hogy a fiatalok is egy kicsit közelebb kerülnek a témához magához, és ha mi példát mutatunk nekik, akkor talán ők is követnek minket. Én is azt hiszem, hogy nagyon fontos megértetni az emberekkel, hogy nem politikai pártokról van szó, magyar szívről van szó. Nagyon-nagyon köszönöm Ildikónak, Zoltánnak és Jánosnak, és folytatjuk.